Végvári József rendőrőrnagy vagyok, belügyminisztérium állambiztonsági szervének belső elhárításon területen dolgozó egyik tisztje. 24 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. Ez év október 1-től, mikor a munkája megszűntek a párt alapszervezetek, nem igazoltam át egyikbe sem. Ennek külön témája lenne meggyőződésem, világnézetem, hovatartozásom alapján, nem akarom részletezni, de hogyha későbbiek során szükséges lesz egész életemet, illetve eddigi tevékenységemet is hajlandó vagyok kamerákba mondani. Milyen módszerekkel folynak ezek a megfigyelések? Tehát hogy gyűjt a belügy információkat, adatokat ezekről az emberekről és a pártokról? Legtöbbször operatív eszközökkel, mondjuk levélellenőrzés útján. Erre van egy külön részleg, igaz? Igen. Na, majd ezt később menjünk rá. Tehát levélellenőrzés? Akkor különböző lehallgatás útján. Ez milyen lehet lehallgatás? Telefon vagy szoba lehallgatás ez útján. Ez a mikrofon, valami mikrofon Igen. van telepítve. Na most... Vagy pedig élő személy útján, úgynevezett... minket segítő személy útján. Mint ügyeleti szolgálat egyik alkalmazottja voltam. Előttem zajlott le a szervezet élete. Képzeljen el páncéldoboz kulcsokat, szobakulcsokat, rácsos ajtók kulcsait, mi egymás. A botrány kirobbanása után őszintén, mert most már el kell jönni az őszinteségnek is egyszer. Továbbra is folytak az irat megsemmisítések. Ma reggel léptem le a szolgálatból, és remélem többet már nem létek oda. Még ma reggel is egy részét zárolták, bizonyos helyre vitték. A többit pedig a csepeli papírgyár illetékese tudná megmondani, hogy hány tonna húzalékot vittek oda, ugyanis a csepeli papírgyár hasznosítsa ezeket a megdarált anyagokat. Mivel éjszaka is dolgoztam, és kicsi megviselt azoknak a személyeknek a készszorítása, akikkel negyed évszázada dolgoztam, és mai napig nem tudják, hogy kiköpött, zsargon szerint, kit kéne szitává lőni, leköpni, és idézek a liftünkbe elhelyezett ilyen röplapból, törjön ki a nyakat, pusztulj el, mint a patkány írtás, mint a patkány az írtástól, te szemét, hazáját, népét, kollégáit eláruló szemét, törjön el a keze annak is, aki ezt a lapot leveszi. Most elképzelhetjük, hogy milyen stresszben és milyen idegállapotban voltam én. 34. éve vagyok paciense a cégnek, a szószoros értelmében. Én nagyon meg szeretném köszönni Örnagy úrnak azt a rendkívül nagy szolgálatot, amit a magyar társadalomnak tett. Nagyon régóta tudjuk, hogy megfigyelnek minket, hogy a legaljasabb módszerekkel próbálnak összeugrasztani minket, hogy a családi életünket, a magánéletünket kikurkázzák,
mikrofonokat raknak a parkettem alá, minden levelemet felbontják, és így tovább. De most jutottunk el oda, hogy ezt bizonyítani tudjuk. A társadalom nagyon hálás lesz önnek, Őrnagy úr, és én is megígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek az ön védelmére. És egyúttal azt szeretném mondani, hogy minden bizonnyal itt a teremben is, itt vannak a cégnek a képviselői, egyet tehetnek a cég emberei, hogy kimennek oda, és őszinte töredelmes vallomást tesznek. Ez az egy lehetőség van, hogy megmentsék magukat.